Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Hosszabb kihagyás után végre újra itt vagyok. Igaz, hogy pár nappal ezelőtt feltöltöttem egy videót, de azt még a terhességem legvégén, talán egy héttel a szülés előtt készítettem, november legvégén, úgyhogy azóta eléggé besűrűsödtek a programok. A szülésről nem nagyon szeretnék bővebben beszélni, ha érdekel titeket, persze nagyon szívesen készítek akár egy különálló videót is, de alapvetően nem szeretnélek titeket untatni vele, ha nem érdekel, úgyhogy annyit említek meg, hogy hál' Istennek minden rendben ment, minden jól ment, a kisbaba is egészséges, szépen gyarapszik a súlya, ami persze annyira boldogsággal is tölt el, és annyira szomorúsággal is, ahogy látom, hogy egyre nagyobb lesz, és veszítem ezt a kis gombócot, aki megszületett december legelején, de hál' Istennek egészséges, és ez a legfontosabb, ugye? Egyébként a szüléshez talán annyit jegyzek meg, hogy az volt a tervem, hogy december közepére voltam kiírva, hogy majd decemberben nem fogok már dolgozni, de egyébként ez így is lett, csak amire nem számítottam, hogy a december legeslegelején megérkezik a baba, úgyhogy gyakorlatilag az utolsó munkanapom és a gyerek születése között egy hét telt el, úgyhogy semmi időm nem volt kipihenni magamat, semmi időm nem volt kitakarítani és rendesen felkészülni, de hát ez van, így alakult, így legalább már karácsonykor egy kicsit jobban tudtam én is mozogni, mert azt talán nem említettem, hogy császármetszéssel született a baba, úgyhogy addigra már én is jobban tudtam mozogni, ülni, hajolni annyira talán nem, de így talán jobb volt, illetve ami miatt nagyon tartottam, hogy szegény gyereknek soha nem sikerül majd szülinapi bulit tartania, mert karácsonykor már mindenki karácsonyra készül, így viszont van a kettő között egy 3 hét eltérés, úgyhogy talán sikerül majd szülinapi bulit tartani, és nem mindenki a családjával lesz karácsonyozni. Úgyhogy végül is happy end a vége, minden rendben volt a szüléssel, és azóta is minden rendben van. Persze sokkal kevesebbet tudok aludni, általában ilyen 3 órás etapokat tudok aludni, úgyhogy legtöbbször zombinak érzem magamat, nagyon durva. Erre is készültem, tehát arra készültem, hogy nagyon nehéz lesz a terhesség, egész pontosan a terhesség is, maga a gyereknevelés is, és pontosan ez is az igazság. Vannak benne nagyon szép pillanatok, azt mondanám, hogy az egész egy 20 órás kemény munka, és mondjuk 4 óra élvezett, talán így oszlom meg a napjaink, de amíg minden rendben van a kisbabával, és van 4 óra élvezet benne, addig azt mondom, hogy teljesen megérte. Úgyhogy ennyit talán erről. Sajnos az bekövetkezett, amitől én tartottam. A terhességem legelején én sokszor volt, hogy leültem és sírtam, mert olyan nagy munka volt benne, hogy végre le tudtam adni 30 kg-ot, és rettegtem tőle, hogy a terhesség miatt vissza fogom hízni. És bár a párom nyugtatgatott, hogy mégis miért híznám vissza, nem lesz ez így, természetesen visszahíztam, úgyhogy egyébként 105 kg-mal, 104-105 kg-mal szültem, pont ez volt a legmagasabb súlyom annak idején is, amikor elkezdtem a diétát, úgyhogy reménykedtem, hogy hallani ilyen történeteket, hogy valaki 10-15 kilokat fogy szüléssel, illetve utána, és vannak, akik írják, hogy leolvadnak rólam a kilogrammok és hasonlók, hát persze ez nem az én esetem volt. Én összesen azt hiszem, hogy 4 kilogrammot vagy 5-öt fogytam a szüléssel, tehát gyakorlatilag a gyerek súlyát. Aztán még mondták nekem, hogy persze, mert tele vagy vízzel, és majd elmegy, de semmi nem ment el. Úgyhogy továbbra is ott vagyok sajnos a 100 kilogramm környékén, legalább alulról súrolom, nem felülről, az is valami. És minden nap azzal a tudattal kelek fel, hogy igen, ma aztán diétázni fogok, belekezdek, de aztán tudjátok, van olyan, hogy éjjel 3-kor azon veszem észre magam, hogy egy nyers virslit rágcsálok, miközben a kisbabának melegszik az ennivalója, úgyhogy egyelőre elég nehéz, de rajta vagyok, és ami elég vicces, a minap épp a saját videómat néztem meg, amikor 30 kilót fogytam, és felpróbáltam régi ruhákat, hogy elég vicces, hogy talán saját magam lesz a motiváció a saját magam fogyásához. Egyébként nem fogok hazudni, ez a plusz 30 kg eléggé ráteszi a súlyt a mindennapjaimra, nem csak amiatt, hogy rosszul érzem magam a bőrömben, nem férek bele a ruháimba, de amiatt is, hogy kevesebb energiám van például a kisbabával foglalkozni, hamarabb elfáradok, akár ha vele foglalkozok, akár hogyha a lakásban próbálok valamit csinálni, úgyhogy elég nehéz időszak, főleg amiatt,
folyamat, hogy sokan ezt úgy látják, hogy persze elhisztem egy kicsit, ne foglalkozzak vele, élvezzem az időszakot a kisbabával, de hogyha valakinek van egy ilyen eredetű problémája, amit én tényleg tínédzser korom óta hozok magammal, ez a érzelemből levés, és ilyen problémái vannak a súlyával és a testével, akkor ez nem olyasmi, amivel az ember egyszerűen nem foglalkozik, mert hogy másra koncentrál. Úgyhogy nehéz, de mindenképpen szeretnék megküzdeni ezzel a súllyal, nem csak amiatt, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy még egyszer képes vagyok rá, hanem amiatt is, hogy tényleg a kisbabámnak is pozitív dolgot mutassak, hogy megmutassam neki, hogy mennyire fontos a sportolás, az egészséges táplálkozás, és hogy ott legyek számára energikusan, tudjak vele játszani. Úgyhogy már be is iratkoztam az úszodába, megvan az újabb éves bérletem, remélem ezúttal nem a kukába megy az ára, hanem tényleg használni is fogom, már egyszer el is jutottam úszni, ami nem egyszerű, ugyanis jelenleg ugye azt jelenti, hogy akkor valakinek felügyelni kell a kisbabára. Szerencsére a párom ebben maximálisan támogat, úgyhogy remélhetőleg most már majd el tudok járni hetente legalább egyszer-kétszer, de akár többször is úszni. Aztán még olyan tervünk van a párommal, hogy szeretnénk elkezdeni egyszerűbb hegyi túrákat a kisbabával, úgyhogy megmutassuk neki is a sport fontosságát, illetve hogy mi is egy kicsit energikusabbak, sportosabbak legyünk, ahogy bírjuk tartani a tempót a kisbabával, úgyhogy az sem lesz egy könnyű időszak, de rajta vagyok, hogy addig egy kicsit veszítsek a súlyomból, hogy egyszerűbb legyen majd. Úgyhogy vannak tervek, hogy hogyan fogom leadni ezt a 30 kg-ot, és jó hír számotokra, hogyha van köztetek olyan, aki idén fogyni szeretne, most nem kell a régi videóimat néznie, ugyanis itt vagyok jelenleg is, hogy 30 kg fogyás áll előttem, úgyhogy meg tudjuk együtt csinálni, és együtt véghez fogjuk vinni, biztos vagyok benne. Egyébként azért ülök itt ezen a kanapén, mert a legutolsó videóban említettem, hogy rendeltünk egy új kanapét, és kicsit izgulok a színe miatt, mert ott a boltban nem lehetett megnézni semmit, ami ugyanazzal a színnel ki lett volna állítva, és egy elég erős kék színt rendeltünk be. Nos, ez lenne a kanapé, szerintem nagyon jó, vidám színe van, én nagyon örülök neki, nagyon megnyugodtam, amikor meghozták, az volt az első, hogy letéptem róla a papírt, hogy meglássam, de persze érdekel a ti véleményetek is, de szerintem a sárga fotellel, amit az előző videóban láthattatok, ez a kanapé szuperül néz ki. Vettünk rá egy kisebb matracot, hogy kényelmesebb legyen, egy ilyen körülbelül ilyen vastagságú, pár centi vastagságú matracot különben rendeltünk hozzá, mert azért a fekvőfelületen nem az igazi, elég kemény, illetve ezen a részen, ahol lehet ülni, ami nem a kihúzós rész puha, viszont amit ki lehet húzni, kemény, tehát egy kicsit ilyen fura volt, de egy matraccal sikerült megoldanunk. Egyébként a kisbaba egy olyan ágyban alszik, amit oda lehet tolni, a mi ágyunk mellé, be lehet állítani a magas és ezáltal ő is egy kicsit úgy érzi, mint hogyha velünk aludna, de mégis megvan a saját kis területe, úgyhogy ő is ide volt tolva, emellé a kanapé mellé, és itt aludt velünk az elmúlt egy hónapban. Egyébként érdekelne, hogy milyen videót szeretnétek tőlem látni, úgyhogy nyugodtan írjátok be a lenti kommentmezőbe. A mai napra az volt a tervem, hogy van itt a lakásban egy pár gép, amit vettem, és van köztük olyan, ami hasznos, van köztük, ami nem hasznos, és hogy ezt mutatnám be nektek, hogy mi az, amit egyébként én javaslok megvásárlásra, és mi az, ami szerintem tök felesleges, de mivel már elég régóta veszem fel ezt a videót, bár ebből ti nem sokat láttok, de egy kisebb technikai probléma miatt már fél órája csak próbálom újra-újra mondani ugyanazokat a mondatokat, így aztán lehet, hogy már nem lesz rá időm, mielőtt a baba felébred, ugyanis, mint látjátok, süt a nap, és ma még nem volt kint a szabad levegőn, úgyhogy mennünk kell vele sétálni. Még egy videó ötletem van, amit talán a párom javasolt nekem, hogy mutassam be nektek, hogyan telik jelenleg egy napom, éjféltől éjfélig, kendőzetlenül, ahogy a valóságban eltelik egy napom, úgyhogy azt mindenképpen szeretném nektek talán a jövő héten elkészíteni. Hamarosan készülünk egyébként haza Magyarországra. Úgyhogy egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy készüljünk fel mindig a legrosszabbra, hogy ne akar kelljen keresni, hogy ha bármi történne a kisbabával, van esetleg olyan klinika, magánorvos, gyerekorvos, akit tudnátok Budapesten javasolni, a legdurvább biztosítást kötöttük a kisbabának, úgyhogy mehetünk nyugodtan privát klinikára, ahová szeretnénk. Úgyhogy, ha bármi történne vele, van esetleg olyan orvos, gyerekorvos, mondom, magánorvos, klinika, amit javasolnátok nekünk, hogy nektek bevált, és mindenképpen oda menjünk. Még talán egy olyan videó ötletem van, hogy a kisbaba miatt is elég sok mindent vásároltunk, legyünk realisztikusak,
mindent megvásároltunk, ami kapható a boltban. Jelenleg nem tudok úgy sétálni a boltban, hogy ne úgy sétáljak végig a gyerek során, hogy megvan, 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 még nincs, de már tervben van, megvan, megvan, megvan. Szóval, hogyha érdekel titeket, hogy mi az, amit végül úgy döntöttünk, hogy nem igazán jó vásárlás volt, hogy nem biztos, hogy megérte a pénzét. Illetve van olyasmi is, amiben úgy gondoljuk, hogy most már talán több pénzt fektetnénk bele, akkor egy ilyen videót is tudnék készíteni. Úgyhogy, ha ezek közül bármelyik érdekel, vagy egy újabb ötleted van, tényleg nyugodtan írjátok be a lenti kommentmezőbe, olvasni fogom. Az Instagramon jelenleg aktívabb vagyok, mert videóhoz nehéz leülni, nehéz összehozni, hogy minden, a csillagok is úgy álljanak, a baba is aludjon, a kamerát is összeszerelni, ide pakolni, úgyhogy az Instán talán egy kicsit aktívabb vagyok ennek köszönhetően, úgyhogy hogyha van Instátok és van kedvetek, akkor kövessetek be ott is engem. Egyébként, hogy még visszautaljak a legutolsó videóra, emlékeztek ezekre a baba kofferekre, amiket mutattam, hogy ajándékba lehet kapni? Nos, a kórházban még kaptunk két másikat mellé, úgyhogy most már biztosan állíthatom, hogy a lakás fele ilyen babakofferekkel van tele. Egyébként, ha már a lakásnál tartunk, kicsit kihívásokkal teli, de számítottunk is rá az, hogy egy hálószobánk van, és ezen kell osztozni a kisbabával, mert azért napközben is, hogyha elalszik, akkor sokkal nehezebb dolgokat elintézni. Úgy voltam én mindig is vele, hogy szeretném, hogy hozzászokjon a zajokhoz, mert vannak olyan ismerőseim, akik csak úgy tudnak aludni, hogyha sötét van, és csend, és mindig az agyamra ment, hogyha egy ilyen emberrel kellett egy szobán osztoznom. Úgyhogy az továbbra is határozott célom, hogy legyen az a típusú ember, aki mint én is, hogy mindegy, milyen világos van, mindegy, hogyha megy a tévé, de tökéletesen el tud aludni, hogyha fáradt. Viszont nem mondom, hogyha nehéz elaltatni a kisbabát, mert nem szívesen alszik el, akkor nem lábujjhegyen járok az egész lakásban. Úgyhogy az idei évben lehet, hogy kénytelenek leszünk elköltözni innen, kiderül, egyelőre azt gondolom, hogy meg tudjuk oldani, minden egyes sarokba került valami, minden egyes szabad négyzetméter tele van a babának a holmiaival, ahol korábban szabad falterület volt oda, most odatoltunk egy szekrényt a kisbabának, vagy éppen egy játszószőnyeget tettünk le oda, úgyhogy a lakásban nem nagyon van most már szabad négyzetméter, de még így is szerencsésnek gondolom magunkat, mert itt Svájcban viszonylag nagyok a lakások, és bár ugyan egy hálószobánk van összesen, de a lakás maga több mint 60 négyzetméter, míg azért otthon egy hálószobás lakás általában egy ilyen 30-40 négyzetméter szokott lenni. Plusz, hogyha belegondolok, hogy annak idején, amikor én kicsi voltam, 6 éves koromig egy szobán osztoztam anyukámmal és a nővéremmel, akkor azt gondolom az, hogy legalább itt van egy hálószoba, amire rá tudom húzni a ajtót, hogyha alszik a kisbaba, már sokkal jobban állunk. Ti egyébként melyik csoportba tartoztak? Azok közé, akik tévére alszanak el, vagy akik csendben, sötétségben alszanak? Én csak is tévére alszok el, ez egy ideje egyébként már a YouTube a telefonomon, úgyhogy azt szoktam magam mellé tenni, mert az viszonylag közel tudom tenni magamhoz, és így halkan nézem, nem ad ki magából olyan nagy fényt, úgyhogy annyira talán nem zavarja a páromat, mint egy nagy képernyős tévé. Úgyhogy ennyi kompromisszumot tudtam tenni az ügy érdekében. Kezdek izgulni, hogy már rég ehetett volna a kisbaba, és még mindig nem ébredt fel, úgyhogy azt hiszem, ezt a videót itt be is fejezem, és megyek megnézem, mi van vele. Remélem, hogy érdekesnek találtátok ezt a mai videót, ha igen, akkor kérlek titeket, hogy lájkoljátok, és ha szimpatikus vagyok, de még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel. Sziasztok!